Kapcsoljátok gyorsan az Omni TV-re! Kezdődik a Katiról készült dokumentumfilm. For your listening pleasure each week at this time. Kulturális híradó Rekai Katiról volt a következő. Mielőtt bemondom az előkészített listát, hogy hogyan szórakoztassuk gyerekeinket és unokáinkat. A kanadai magyarok leginkább heti rádióműsorán és újságcikkein keresztül a gyerekek világszerte a Miki, Tegi, Papó és Cica kalandjairól szóló utikönyv sorozata révén ismerhették Rekai Katit. Az már kevéssé ismert, hogy ötleteivel és kitartásával oroszlán részt vállalt a férje és a sógora által alapított torontói Central Hospital, Kanada első kimondottan bevándorlókra szakosodott kórházának létrehozásában és sikeres működtetésében. A Kanadába bevándorló magyarok nem csak egészségügyi panaszaikkal fordulhattak a Rekai családhoz. Kati telefonszáma közkézen forgott, és az újonnan érkezettek gondjaira mindig igyekezett megnyugtató megoldást találni. A 80-as évek végétől pedig kitartó munkával megszervezte, hogy a kanadai irodalom legjobb művei rendszeresen eljussanak nemzetközi könyvkiállításokra világszerte. Ez a kivételes asszony, az én néhai jó barátom, fogadott nagymamám Kati, akinek nem mindennapi életútját követhetik nyomon, a most következő virtuális időutazás során. Az első világháborút követő időszak a magyar történelem egyik legszomorúbb fejezete. A máig vitatott trianoni békediktátum következményeként ekkor veszítette el Magyarország területének több mint kétharmadát, és magyar ajkú lakosságának közel harmada is ekkor szakadt el az anyaországtól. Rekai Kati az akkor már Csonka Magyarország fővárosában, Budapesten született, 1921-ben. Idillinek mondható gyerekkorát részben annak köszönhette, hogy az ország gazdasága viszonylag gyorsan kiheverte a traumát. In a year or two, normalcy returned to Hungary, and by the time the second half of the 1920s, Hungary began to become somewhat more prosperous country than it had been in the first half of the 1920s. Apja, Elek Dezső, aki a kőbányai sertéshízlada igazgatója volt, kiegyensúlyozott, tartalmas középosztálybeli életet tudott biztosítani a két világháború között a négytagú családnak. She was in a family that was able to provide a lot of opportunities for her. My grandmother and her brother grew up in a household which was very committed to education. She described to me that she was learning languages very young. It was a priority in her family. She was growing up at a time where you had an incredible shift in European politics going on, where you are expected to learn and engage with your surroundings. And I think that really linked into her curiosity later in life. She was interested in other cultures, she was interested in other countries, she was interested in expanding beyond her horizons. And I think that started very early. She was very close to her parents. It was a very tight-knit family, and she also extended that to us, her family in Canada. Kati felhőtlen gyerekkora, amelyet nagyrészt az Andrássy úton, a néhai Mária Terézia Leány gimnáziumban töltött, egy sorsdöntő pillantással ért véget valamikor a 30-as évek végén, amikor meglátott egy fes fiatalembert a normafánál, a sípályán. So they were in a group holiday, skiing. And my grandmother was not with my grandfather at the time, who had in fact brought his girlfriend. But the girlfriend was not a skier. So my grandmother hit the slopes with my grandfather, and that was the start of a beautiful and long-lasting relationship. Kati, miután nem sokára, hogy leérettségizett, már menyasszony lett, és a Rekai János doktor, aki sebész orvos volt, annak lett a felesége.
A gondtalan boldogság azonban nem tartott sokáig, mert az akkor már csaknem 2 éve dúló II. Világháború hatása egyre jobban érezhetővé vált a magyarok mindennapjaiban is. Well, at the beginning of the war, Hungary joined Germany and benefited from that alliance both economically and through the reconquest of certain territories that were lost as a result of the Treaty of Trianon. But as the war progressed, the situation got worse and worse. Kati azonban a reál már akkor is jellemző fegyelemmel szállt szembe a nehézségekkel. Az apámat behívták, nem, mikor más állapotos volt anyu velem. És fogta magát más állapotosan, és apámmal felszállt a vonatra, és elment a kazernába vele, és ha lehetett volna, akkor ott lakott volna velük. De ez egész normális volt neki. So it was getting difficult. The Allies were bombing Hungary in 1944. In March 1944, Germany invaded Hungary. Március 19, ami egy vasárnap volt, ezt a vasárnapot együtt töltöttük. Ott volt Kati, Katinak az édesanyja Helén néni, és Katinak a kislánya, aki akkor néhány hónapos volt. Kati férje az infekciós volt, mert az orvos volt. Aznap reggel a rádió bemondta, hogy a német hadsereg átlépte a magyar határ, és elérték Budapestet, mert rengeteg gépkocsival jöttek. Hitler and his advisors decided to occupy Hungary because they suspected, and they suspected correctly, that the Hungarians were trying to get out of the war and were conducting negotiations with the Allies for the defection of Hungary from the Nazi alliance. To make sure that this didn't happen, the Germans occupied Hungary and forced Horthy, the regent of Hungary, to appoint a pro-German government. Nem tudtuk, hogy mi lesz mindennek a következménye, de hogy jó nem lesz, azt pontosan láttuk. Nem sokára rá, azután Magyarországon elkezdődött a valódi háború. The deportation of the Jews started, the Holocaust took place in Hungary and away from Hungary. It was difficult for everyone. Mindenki a saját életét mentette, ahogy tudta. Kati és a férje és a kisbaba, azok bementek a Rókus kórházba, mert ott legalább ennivaló volt. És valószínűleg talán valami fűtés is, mert máshogy se fűtés, se ennivaló. The war ended for Hungary early 1945. When the Russians invaded Hungary and liberated the country from German occupation. Surprisingly, the country didn't turn into a Russian satellite immediately. So it was a time of hope and the building of a democratic society, at least for a good 2-3 years. Most people returned and tried to cope and were full of hope that it's going to be a new beginning. A háború utáni években azonban újabb tragikus sorsfordulóval szembesült a magyar társadalom. In 1947-1948 the situation changed as a result of Stalin changing his mind and decided to hand over Hungary to his own agents in Budapest, to Rákosi and his group, and the country became a communist satellite. And then began the process of the communists forcing people, pressuring people into becoming members of the Communist Party. And anybody who was in any better position, people who were in the professions, people who were doctors, engineers, government officials, began to be pressured to join the Communist Party. There was another process going on. People started to be recruited for the secret police as informers. And some people were recruited. They were told that
if they didn't join, they could be hauled before the courts and accused of having been having committed war crimes during the war. Everybody felt ill at ease, and some people left the country while it was possible to leave, because the communists were starting to put up barbed wires along the fence between Hungary and Austria, and later on they would be putting minefields in there. And as soon as this process began, people felt that they would have to leave before it became impossible to leave. At that time, anybody who was of any importance in Hungary had to make the choice of staying in a communist totalitarian state or leaving. Valamikor 1948-ban egy szép napon aztán Rékai doktorhoz is megérkezett a kommunista párt visszautasíthatatlan ajánlata. Apám azt mondta, hogy ha nem lesz tagja a kommunista pártnak, akkor egy faluba küldik, és mint sebész nem lesz jövője. De nem akart kommunista rezsim alatt élni. Mivel a családfő zsebében ott lapult egy friss sebészorvosi állásajánlat Pakisztánba, a Rékai család elhatározta, hogy mielőbb elindulnak Párizsba, hogy az ottani pakisztáni diplomáciai képviseleten megszerezzék az utazáshoz szükséges hivatalos okmányokat. Párizsban már várta őket Kati gyerekkori barátnője Marian, aki akkor már egy ideje ott élt a férjével. Szóval megérkeztek, és az egyetlen ismerős, azok mi voltunk. Tehát nálunk jelentkeztek, és nem sokára rá kiderült, hogy a pakisztáni állás meghívó az nem volt érvényes. És akkor engem kértek meg, hogy hol lehetne valami olcsó szállodát kapni, ahol legalább meg tudnak lenni kevés pénzért. Én nem tudom, hogy, de egy jó helyen találtam számukra egy szállodát. A Friadlan szállodában éppen akkor kezdték az épületfelújítást, de Marian még el tudta intézni, hogy Katiék beköltözhessenek egy régi kopott szobába napi $1. 26 éves volt. Egy 6 éves és egy 1 éves gyerekkel egy szobába élt majdnem 2 évig, és fogalma se volt, hogy valaha látja megint a szüleit, és hogy hova megy. A nehézségek és a kilátástalanság ellenére Kati mindig élete egyik legszebb részeként emlegette ezt a csaknem 2 évet, mert, amint mesélte, olyan szegények életükben nem voltak, mint akkor, de rengeteg idejük jutott egymásra, így férjével együtt napjuk nagy részét a gyerekekkel tudták tölteni Párizs legszebb parkjaiban. 1950-ben végül megkapták a kanadai bevándorlási engedélyt, így Rékai Pál és Rékai János a Columbia nevű hajón családostul elindulhattak választott új hazájukba. Canada's gates were closed during the war to anybody from Hungary. But in 1947, the Canadian government made a decision to once again allow Hungarians to come to Canada. Canada's economy was expanding, and Canada needed immigrants. By 1948, something like 1,500 Hungarians arrived in Canada, and in later years, in 1949, 1950, 1951, even more so-called displaced persons arrived in Canada. Many of the newcomers needed medical help, and anybody who was a doctor who arrived in 1950 was a valued person, because Hungarians wanted their medical care to take place in Hungarian, because they didn't know enough English to do this. Új életük az ontariói Kitchenerben kezdődött. Egy nagyon szűkös kis lakásba laktak heted magukkal, és a két orvos, Jani
és Pali elkezdtek tanulni részint angolul, részint, hogy nostrifikálják a diplomájukat. Közben, hogy mégis valami pénzt is keressenek, tehát feketén dolgoztak. Elég veszélyes volt. Egy évvel Kanadába érkezésük után a Rekai fivérek mindketten sikeresen honosítatták orvosi diplomájukat, és átköltöztek Torontóba. Ekkor Torontó még csak egy álmos nagyváros, amely az éppen akkortájt elindított jelentős közműfejlesztések és a nagy demográfiai forradalomként emlegetett bevándorlás ösztönző politika eredményeképp vált, mára a világ egyik legnagyobb és etnikailag legváltozatosabb metropoliszává. A szépen gyarapodó torontói praxis eleinte a nagy számban érkező dél-európai bevándorlókból állt. Ezért Kati, hogy ezzel is segítsen férjének, vele együtt kezdett el nyelvet tanulni. The reason they learned Italian together was because my father had a big Italian practice. Később, az 1956-ban a kommunisták által vérbefojtott magyar forradalom menekültjei érkeztek ezer szám Torontóba. Ezt követően pedig olyan sokféle nációból kikerülő, angolul nem beszélő új kanadaiak gyarapították a pacientúrát, hogy ki kellett találni valamit a nyelvi nehézségek áthidalására. A Rekai család megkérdezett tagjainak egybehangzó állítása szerint ekkor Kati állt elő azzal a túlzás nélkül korszakalkotónak nevezhető ötlettel, hogy a bábeli viszonyokat egy olyan új egészségügyi intézmény keretein belül kezeljék, amelyben olyan alkalmazottak dolgoznak, akik az angolon kívül még legalább egy másik nyelvet jól beszélnek. Ez lett a Toronto Central Hospital, ahol a személyzet több mint 30 nyelven tudta ellátni a betegeket. Kati would have developed the notion that we really should look at this as a multicultural issue. And she would have been the one to publicize it and promote it and think up slogans for it. And I think that's how it happened. It wasn't a conscious thing in, we have to open a hospital for immigrants. It was, we have these immigrants, what are we going to do? Kati jóvoltából idővel persze a kultúra is méltó helyet kapott a kórház falai között. Összeköttetésbe került fiatal, festő és szobrászművészekkel. Minden, azt hiszem decemberben ezeknek a képeit a kórház folyosóján kiakasztotta, és meghívta a különböző torontói előkelőségeket. Szóval Katinak ez egy brilliáns ötlete volt, és ezek egy néhány képet vettek, és ebből lassanként társadalmi esemény lett. A kórháznak a Szikra címmel még negyedévente megjelenő magazinja is volt. Az 1970-es években, miután megszületett az első unokája, Kristóf, már arra is jutott ideje, hogy írni kezdjen egy gyerekeknek szóló útikönyvsorozatot, amiért aztán 1988-ban meg is kapta a Saint-Exupéry díjat. I have a wonderful role in that my grandmother really thought there was a void in travel books for children. She believed so much in travel in terms of interchange culturally and exploring other cultures, finding things in other places that she was new to. She was always the most curious person. And she thought that it was incredibly important to introduce children at a young age to what the world can offer. So for my birthday, she would pick a place, and she had the models of three dogs and a cat right in her life. These were real animals. And she thought that children would be able vicariously to explore the world using these books. Kati Rekai's books are a combination of travelogue and guidebook. In them, these young animal friends have adventures and meet many new friends. They're also good hosts. These are a gentle and tactful way of teaching children how to behave when they travel, how to behave as a guest, how to be a host, how to make your guests welcome.
fact, I was always bothered that how little children and adults know about the history of Toronto. My characters, by coincidence, also represent the Canadian mosaic, because one of the dogs is the immigrant German Shepherd, the other one is an English Beagle, the third one is a native Indian dog, and the fourth one is a French cat, is a Hungarian name. I use the animals because sort of children consider dogs and cats their friends. This way the children would be more close to the and absorb the history of the country. Teddy belonged to the first illustrator, but the others may belong to us. When I wrote my first book on Toronto, which is really a little detective story because somebody is always missing or something is missing, I showed the first manuscript to the mayor of Toronto, who David Crombie was at the time, who was very excited about it and said I should really get a publisher. So I gave the manuscript to a little girl who was 7 years old at the time, and she enjoyed the book very much and persuaded his father, who was a publisher of the Performing Arts magazine, that he should publish the first book. Hamarosan 20,000 példányban meg is jelent a Toronto könyv, amiből aztán az Air Canada 3,000 példányt megvett a tengeren túlról érkező járataira. Then children and adults would come to me that why don't you write about our cities where we come from or about our countries where we come from. So I wrote my first one on my first grandson's birthday. For each birthday I wrote him another one. And the next one was Ottawa. If you came into Katie's life, she was kind of making notes to see how she could put you into a story. So that was the other wonderful nature about Katie, is that she liked to write about the people, places, and points of interest that she came across in her life. She came up to Ottawa, and so I took her around Parliament. So the chapter on going to Parliament, she says, Bill Graham, and we go around. And so I was quite pleased with that. Politicians always like, you know, to be referred to, so I became a real person through the dogs. It was great. We had a lot of fun. And then I went back to Europe, to Budapest, because I was born there, then Vienna, because my husband was born there, then the Netherlands, because Amsterdam and Toronto are twin cities, and very few people know about that. Then came Switzerland, because when we were there, the chef of the tourist bureau told me that it is the first time that the Canadian dog sled team is competing in the mountains, so I should go up to the mountains, and this gave me the start for another book on Switzerland. Then France, because we lived in France before coming to Canada. I think the intention was that you would read the books in the back of the car, and that you would then get to go and actually explore the real place after the characters told you about it in a very fun way. One thing which was always very endearing, she actually always was very proud to circulate her books with her animated characters. And regardless of who she met, she would always have with her several copies, and she'd always forward a signed copy of these books. So she was very much a very strong promotional machine herself. So she was always there being able to promote, you know, her works, which was very, very good. She loved to give books
to people she met, to children. It was more important for her to engage children's interest. At one point we were on a trip somewhere, and I think it was in the south of France. We were in a restaurant. She was signing a book and giving it to someone, and a lady walks up to her and says, "I'm sorry, did you say that you were Kati Rekai?" And she said yes, and the lady was probably in her 30s, and she said, "I've been reading your book since I was a child. I've read all of the ones that I could find when I was little. Just from that, my grandmother said, well, I'll have to send you the full collection." Her travel books with the dogs were a way for her to kind of build bridges, or a way for her to expose people to other countries and make them respect other people in other cultures. In a very human, accessible way. A család anekdoták tucatjait őrzi arról, hogy milyen szoros volt a Kati és férje közötti kapcsolat. They went everywhere together. I don't know, this isn't a her story, but it's a him story. The Queen came to visit Toronto, and my father received an invitation, and he phoned and he said, "This invitation includes my wife, doesn't it?" And they said, "Well, no." And he said, "Well, I don't go anywhere without my wife." And so of course they added her, and the two of them went. But I think it was the same with her. You know, she would never have thought of going someplace where it was appropriate or where he would have wanted to go without him. Miután 1978-ban elveszítette szeretett férjét, Kati kulturális és turisztikai témájú cikkeket kezdett írni, többnyire a kanadai magyar sajtóban. Kulturális híradó Rékai Kati rovata Még a 80-as évek derekán elvállalta a torontói Magyar Rádió heti műsorában a kulturális rovat készítését. That in itself was funny, if you think about it, wonderful. A little woman out there in Toronto, you know, ferreting out the news for her audience, her radio audience, you know. This is what's going on in the small pubs of Toronto. It's hilarious. Kati szemszögéből ez egyáltalán nem volt furcsa, hiszen műsorkészítési filozófiája szerint, ami érdekelheti a magyarokat, az már magyar vonatkozású esemény, és helye van a műsorában. Az általában jellemző volt rá, hogy kereste a közöset a különböző kultúrákban, a különböző generációkban, könnyen felvette a kapcsolatot fiatalabbakkal, és próbálta megosztani a saját tapasztalatát velük. Mindig az emberi kapcsolatokat azt próbálta mindig kihozni. Azért emberi síkon kicsit belekeverte a politikát is, persze. Nem zárt ki senkit sem a műsorból a politikai meggyőződése miatt. Teljesen nyitott volt a felfogása. The Hungarian Hour, presented for your listening pleasure each week at this time. A torontói Magyar Rádió műsorkészítői többször cserélődtek az évtizedek folyamán. A heti műsor a Csin Rádiótól a Csáó Rádió állomáshoz került, de Kati élete végéig a biztos pont volt a rádió történetében. A műsor előtt mindig bejött az elmaradhatatlan mintás harisnyáihoz illő párizsiasan csinos kis kosztümében a stúdióba, és a hangtechnikusoktól a szerkesztő műsorvezető kollégákig mindenkit mosolyogva megkínált egy-egy bombonnal. Az adás csak ezután kezdődhetett. Tele volt ilyen kedves gesztusokkal. Ez is jellemző volt az ő barátságos, közvetlen stílusára. Könyveit osztotta, hogy ha van gyerek, akkor itt van egy könyv. Vele aztán a hallgatói is mindig jól jártak. Neki mindenhova bejárása volt. Mindenre tudott jegyet szerezni, mindenhol ismerték, mindenhol szívesen fogadták. Úgyhogy a rádióhallgatók dőzsöltek az ajándékjegyekben, mert egy-egy programot bemutatott a rádióban, akkor utána kisorsoltunk arra egy-egy belépőt. Aztán ugye ő nagyon komolyan foglalkozott könyvekkel,
és volt, hogy egy-egy könyvről beszélt a rádió műsorban, akkor könyvvel ajándékoztuk meg a rádióhallgatókat. Kanadában magyar anyanyelvén is sokat publikáló íróként, újságíróként, alapító tagja, majd igazgatósági tagja lett a nemzetiségi sajtóban tevékenykedő szakembereket képviselő Kanadai Nemzetiségi Média Egyesületnek. Kati, you know, was a trailblazer and a pioneer. Number one, she was a woman. Number two, she was an immigrant. And number three, she's in media and in writing. She was very much part of the movement, as you will, part of the social movement, you know, where you see ethnic media presently, in the way that she very gently convinced individuals from all walks of life as to the importance of being able to express oneself in one's own language of culture. She encouraged me when I was a member of parliament and then subsequently the foreign minister or defense minister to make sure that I kept in touch with what some people call ethnic media. There's a tremendous diversity of newspapers and other media outlets in this city in languages other than English and French. And those are communications that, you know, you have to be present in. And she knew all about that. She was a big expert in that. And she made sure that I knew about it and did what I was supposed to do to respect it and be part of it. So she really tried to bring and elevate what was could be defined as Canadian culture that incorporated diversity without also, you know, losing significantly her own culture and very much promoting, you know the Hungarian culture as it was seen in Canada at the time. When I was foreign minister, we talked about the role of the foreign ministry in particularly there are one or two very big book fairs. I think Kati would certainly agree that one way in which a country is known, perhaps the best way it gets to be known, is through its culture abroad, whether it's its artists or its writers or musicians. And Kati was a big proponent of that dimension of Canadian foreign policy, if you like, sort of enabling others to know about Canada through literature. She connected people, she connected cultures, and she connected sensibilities. And at a time when it wasn't that easy. Ezt az összekötő szerepet vállalta akkor is, amikor a kanadai irodalom nemzetközi megismertetésére a 80-as évek végén külföldi kampány szervezett. It was her idea that we should get authors to donate their books through the Writers Union and take them to different countries. Let's get these books out all over the world and let's give them away. When we got to China, we said we'd like to see your library and we'd like to see the books that you have in the Canadian Studies Department, because that's why we were bringing the books to give to the Canadian Studies Department. And the one of the professors said, well, I'm sorry, he said, we only have one book. And it was one of Margaret Atwood's first books. So at least Margaret was famous in China before we ever got there. And we said, well, now you have 1,000 more Canadian books to put into your Canadian Studies Department. So the publishers, the Writers Union members, and anyone else who wanted to donate Canadian literature gave us the books, and the Writers Union cataloged all of them. There must have been 1,000 books, and Kati was able to have them transported free. What first struck me about her was when I asked her once on the phone, how do you, 400 books, and you've got all these books from all these Canadian publishers, how do you get them to a place like Sri Lanka or wherever it was, you know? She said, I have conversations with the airlines. And this, when I finally did travel with her to St. Petersburg, I know that she had conversations with Helsinki Airlines. And for some reason, Helsinki Airlines, you know, big commercial enterprise, said, sure, we'll fly all those books to St. Petersburg. Now, how did this diminutive elderly woman, you know, with the big glasses, and the little voice, you know, that tiny little voice of hers. How did she do this? How did she sit down with executives and say, you know, I need commercial cargo space for 12,000 books or something. Wouldn't you like to do that? És Kati a 20 év során mind a 20 alkalommal megtalálta azt, aki ingyen elszállította az alkalmanként több száz könyvet a világ másik végébe. She was a woman of quiet power.
She was able to get people to do stuff for her and for the books and for the writers that nobody else would be able to do. We became very good friends because we were both interested in the same things, art, music, drama. We traveled around the world promoting Canadian children and adult books. Well, we went to Cuba. It was great. The only thing was is that we left Toronto very late and our flight was delayed. We arrived in the airport in a blinding rainstorm at 4 a.m. Needless to say, there was nobody in the airport. Two people came to meet us. Two disgruntled Canadians had been staying in the airport for hours and hours waiting for these two Canadian grandmothers. We told them our ages so that they would know what to expect. Two old women coming in off the plane with boxes full of books that were dumped on the tarmac. Well, I looked at those books and I thought, they're going to have to swim to their destination because I sure wasn't going to lift those boxes. And Kati was doing her best. She was trying to lug these books across the tarmac. Finally, these two fellows graciously loaded these books into a waiting station wagon. So that was the way our trip began. Every country in the world was exhibiting there. They all had their own books, and we had our own Canadian booth where Kati and I stayed all of the time, talking to people in English, most of them talking different nationalities, a lot of sign language, and they loved our books. Mindezek mellett Kati azért otthon sem tétlenkedett. A torontói Café Mill étterem egy csendes zuga az ő jó voltából, ma a legnevesebb kanadai írók portrégyűjteménye. Katinak volt az ötlete, és akkor elkezdte azt, hogy tegyünk fel egy vagy két fényképet. Akkor elkezdtük a fényképet felrakni, és most, ha körülbelül van vagy 60 vagy 70. De nem csak az ünnepelt híres emberekkel foglalkozott. Az 1956-os forradalom vérbefolytása után magyarok tízezrei menekültek a kommunista terror elől Kanadába. Az ide érkező magyarok között az évek során szállóigévé vált az a mondat, hogy ha Torontóba érkezel, csak két dolgot kell feltétlenül tudnod. Az egyik, hogy hol találod az olcsó áruk boltját, az Anested áruházat. A másik pedig Rékai Kati telefonszáma. She was a philanthropist. And she promoted everybody. I can remember, these are all personal stories, I can remember eating Hungarian goulash with students from different parts of the world, many from Hungary. She also used to put them up. They slept on her balcony. They had no money. She brought them to Canada. She was going to help them. She helped everybody. She was committed in every way to young people, not just Canadians going to Hungary, but you know, I'm sure that'll come out in other parts of discussing Mrs. Rekai, but she was very committed to having young people come to Canada from Hungary. This, I think, was one of her big achievements, is promoting that. Érdi Tamás annak ellenére, hogy csecsemőkorában teljesen elveszítette a látását, már a nemzetközi hírű zongora művész lett. Torontói tanulóévei alatt ő is sok támogatást kapott Katitól. Minden koncertemen ott volt, és beharangozta a rádióműsorokba a koncertjeimet. Ott volt akkor is, amikor a torontói szimfonikusokkal játszottam, amikor a North Yorki Ford Centerbe játszottam, például Fenyves Tórán tanárúrral, meg szólóestet adtam. Az is az ő érdeme volt, hogy ott teltház volt. És amikor voltak a Leon Fleischernél az órák, ezek az órák nyilvánosak voltak, tehát be lehetett menni, azokon az órákon is ott volt, és meghallgatta, hogy hogy alakul egy darab, szóval csak azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon sok segítséget kaptam tőle. A kommunizmus bukását követően az akkora már hatalmas kapcsolati tőkével rendelkező Kati
mindig kész volt, hogy közvetítsen a demokratizálódó Magyarország és Kanada között. When I was looking for people who were from Eastern and Central Europe, I was also looking for people who were not exclusively from one part. As you can realize, there are some deep fault lines among the different nations and populations of the region, and there are some whose nationalism is of an exclusionary kind that doesn't welcome contact with neighbors. Kati was, of course, as everybody knows, the opposite of that. She was totally eclectic. She was a multiculturalist in every sense, very welcoming in her dealings with people from every possible part of the world, including all the countries that were part of our mandate at the center. She knew who were the people who would be able to help. She knew what you could say to them and what you shouldn't say to them. And she just gave a gentle nudge that started all of these wheels turning. Really helped to make our center responsive to the tremendous changes and opportunities that were going on back then. That was the kind of person she was. Ezek után mind Kanadában, mind Magyarországon a legmagasabb állami kitüntetéssel ismerték el Rékai Kati tevékenységét. De a legjelentősebb kitüntetés is eltörpül amellett, amilyen meleg szívvel azok emlékezhetnek rá, akik valaha is kapcsolatba kerültek vele. Bájosan kedves gesztusai, a legnehezebb helyzetekben is nyugodt, józan és támogató hozzáállása, valamint a szelídsége mögötti elszánt jobbítani akarása teszik számomra is feledhetetlenné Rékai Katit.